számára igen fontos volt kezdetben a magyar táj, és mindaz, ami ebben a népi életéből, beépíthető. Munkácsy egyik korai remek művét, az 1867-ben készült Szénás szekér című alkotást jellemzi Boros Judit művészettörténész Szolnokon. A Város galériájában pénteken nyílt meg az a kiállítás, amely Munkácsy Mihály nagyobb korszakain végighaladva 51 alkotáson keresztül mutatja be az életmű jelentősebb állomásait. Itt az áttekinthetőség és az esztétikai szempontok okán mondjuk tematikus elrendezést választottunk. Az április 7-éig látogatható tárlaton bemutatott vázlatok, festmények és fotók közül néhány a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményébe tartozik, illetve többségük az Egyesült Államokban élő magyar származású műgyűjtő Pák Imre tulajdona. A kiállítás aktualitását Munkácsy Mihály születésének 175. évfordulója jelenti, amely azért is kiemelt jelentőségű évszám, mivel legutóbb 12 éve mutatták be a művész alkotásait Szolnokon. Biztos, hogy nem, hogy az ország a világ legnagyobb Munkácsy kiállítása ez itt nálunk, de én nagyon szép emlékekkel vagyok a 2007-es kiállításról is. A most megnyitott tárlat is azt jelzi, hogy az elmúlt években jelentős változások, illetve fejlődés ment végbe a szolnoki kulturális életben. Jól látszik, hogy a városban, illetve a régióban mára megjelent az igény a magasabb művészet iránt, amely kiszolgálása maradéktalanul megtörténik Szolnokon. Apró lépésekkel kell, legalábbis én ezt tapasztaltam, az életbe menni előre. Mert hogyha az ember túl nagyot lép, akkor kimaradnak olyan folyamatok, amelyek közel nem biztos, hogy nem segítenének abban, hogy stabil legyen, ahova az ember elért. A zsinagóga két szintjén bemutatott csendéletek, helyzetképek, portrék, valamint vallási témájú alkotások egyszerves egészé állnak össze, és egyben őseink kiemelkedő teljesítményét és mindennapjait is bemutatják a ma embere számára, mondta köszöntő beszédében az Országgyűlés Kulturális Bizottságának alelnöke. A képek során visszatekintve Munkácsy életének megismerése, a kornak a megismerése, olyan összefüggés láttatása, hogy abból a korból máig mutatott a magyar történelem, a magyar ember teljesítményének a megbecsülése, a magyar művész teljesítményének a megbecsülése, mindazok, amit elődeink értéket teremtettek, mindenféleképpen inspiráló a mára is. Dr. Kálai Mária kitért arra is, hogy az eddig csak albumokban vagy tankönyvekben, esetleg egymástól távol látható festményeken keresztül egy olyan világ is megelevenedik a maga teljes szépségében, amely mára ugyan eltűnt, viszont továbbra is szerves része a magyar történelemnek és a nemzeti identitásnak.